Horgolt asztalterítők, patchwork alkotások, goblenyképek, gyöngyékszerek és még számos szemed gyönyörködtető kép tárul a szemünk elé. Ezek a Paksi Atomerőmű Nyugdíjas Klub ügyeskező tagjainak a munkái, melyből egy házi kiállítást hoztak létre a klubhelyiségben. Horgolás, hímzés, goblen, patchwork, gyöngyfűzéses technika alkalmazása, üveggravírozás, kerámia, nemez, festmény és rajz. A horgolásokban terítőket láthattunk, gyönyörű szép Betlehemet. A hímzések között is nem csak terítők jelentek meg, hanem gyönyörű szép kalocsai népviseleti ruha, főkötőtől kötényen keresztül a kis blúz is megjelent. Patchworkben is fali képek, táskák, figura, nagyon változatos volt minden. Hát a goblen képek, azok meg valami csodálatos ámulatba ejtő volt valamennyi, hogy nehéz volt eldönteni, hogy most festménye, vagy tényleg egy kézi munka. Az üveggyöngyben a klubtagunk olyan gyönyörű ékszereket készített, művészi kidolgozással készültek ezek az alkotások, hasonlóképpen az üveggravírozás. Megjelent egy új klubtagunk, aki egy új alkotói ágat hozott ide be a klubba, ez a kerámiázás és a nemez készítés. Gyönyörű alkotásokat állított ő is ki. Két tagunk pedig a festménynek és a rajz örömeinek adta át magát, tehát ezek is nagy élményt jelentettek számunkra. Ignics Miklósné Éva készít kerámiákat. Legutóbb az ő kis úgymond ünnepségén vehetett részt a Nyugdíjas Klub. Éva készített egy angyalkát a nemrég átadott Paksi kívánságfára. Az Atomerőmű Nyugdíjas Klub Egyesületnek van egy kézimunkacsoportja. Ők amíg lehetett rendszeresen összejártak, és gyönyörű gyöngyfűzéses technikával készített alkotásokat készítettek, például a fejem mögött, ami található, négy évszak fáit, ajándékokat, tehát hogyha a klubba egy vendég érkezett előadásra vagy műsorra, akkor általában a kézi munkacsoport által készített kis gyöngyből fűzött ajándékot adtuk át nekik, de hasonlóképpen hímzések, szalagtűzéses patchwork munkák, karácsonyi díszek készülnek így, meg papírhajtogatással is. Sokrétű a klub összetétele, és itt egymástól tanulnak a klubtagok. 17 nyugdíjas, 9 alkotói technikával mutatkozott be a kiállításon. Mérei Józsefné szívesen horgol szabad idejében, társait egy karácsonyi betlehemi jászollal is meglepte. Mióta nyugdíjas lettem, akkor kezdtem ezt is, azt is, kis csillagokat, kis harangokat, kis angyalkát, és ez a Betlehem, ez már régóta foglalkoztatott, és akkor sokat láttam a Pinteresten, és akkor körülbelül 2 éve vacillálok, hogy na, megcsinálom, és az idén sor került rá, hogy mondták, hogy lesz ez a kiállítás, na mondom, akkor meglepem őket vele. Hát egy hónap, mire úgy meghorgoltam, meg mire még összeállogattam őket, meg a kis állatkák, hát hogy másfél hónapot mondhatok. De akkor elég intenzíven horgoltam. Még az iskolában mi tanultuk, akkor anyukám is sokat horgolt, és akkor őtőle sokat ellestem, és akkor most mióta nyugdíjas vagyok, akkor mindig jobban-jobban mentek a dolgok. Esernyőt csináltam, itt vannak azok is, meg hát hóembert horgoltam most például, meg miket, hát csillagokat. Akkor ilyen asztalfutót horgoltam magamnak.